Köszöntök minden kedves nézőt Bihardi Ószegen! Jelen pillanatban a település Nagybecsben tartott kastélya előtt állok. Isten hozta az Icsi kastélyban. Kastélyépítését 1701-ben kezdik el a két akkori református parókia helyének elfoglalásával. Két évvel később a kastély már áll, berendezése pedig a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc ellenére 1704-ben még épp. A kastély tömegalakítását tekintve szabályos, négyzet alakú, tágas belső udvarral rendelkezik. A kastély klasszicista stílusú, azonban legrégibb része a délkeleti szárny, illetve az egykori kápolna jellegzetes barokk jegyeket hordoz. A kastély jelen pillanatban a helyi önkormányzat tulajdonában van, az úgynevezett Érmelléki Ökológiai Múzeumnak, könyvtárnak, illetve a Kertészeti és Borászati Laboratóriumnak ad otthont. Köszöntöm beszélgető társamat, dr. Szabó József, újszülött gyógyász helytörténészt, az Érmellék lelkes kutatóját. Nos, elmondható, hogy a 18. század folyamán számos birtokos terjesztette ki hatalmát Bihardi Ószeg térségére, beleértve a kastélyt is. Milyen családok, pontosan kik birtokolták az épületet ebben az időszakban? Ugye a török hódoltság felszámolása utáni periódusban vagyunk. 1692-ben foglalják vissza a nagyváradot, de Bihardi Ószeg a Szentgyóbi vár visszafoglalásával 1686-ban már osztrák fennhatóság alá kerül vissza. Az osztrák császári udvar, mint a hadi jog alapján visszaszerzett területet, nem ismerte el a korabeli, az egykori magyar birtokos családoknak a jussát ezekhez a területekhez, és újra osztotta ezeket a területeket, úgynevezett neoakvisztika, tehát új szerzeményi birtokként. A császári udvarnak hitelező különféle hadvezéreknek, patikusoknak, stb. Így került Bihardi Ószeg is az egyik császári generálisnak a birtokába, akit úgy hívtak, hogy Heisler Dónát. Heisler Dónátról azt kell tudni, hogy ő volt az, aki sikeresen befejezte 1692-ben Váradnak az ostromát. Ő majd 1697-ben meghalt Belgrád mellett egy törökökkel vívott csetepatéban. 1697-től nagyjából 1719-ig pedig egy másik holland származású osztrák generális, Jan Franz van Bronckhorst Batenburgen Gronsfeld bírta a Bihardi Ószegi kastélyt, illetve az akkor hozzátartozó uradalmat. Erről a Gronsfeld nevezetű generálisról azt kell tudni, hogy ő sokat harcolt a Felvidéken Bercsényi és II. Rákóczi Ferenc csapatai ellen, és párhuzamosan, hogy ő birtokolta Bihardi Ószeget, ő elég sok pénzt költött arra, hogy felépítse a kastélyt, vagy legalábbis ennek a kastélynak az elődjét. De feltételezésem szerint valószínűleg talán már ő alatt is így nézhetett ki az épület. Tény, hogy 1701-ben, ahogy ön is említette, az akkori két református lelkészi lak lefoglalásával is alakította ki a helyszínt az építendő kastélynak. Ebből persze nagy konfliktus lett a Bihardi Ószegi lakosokkal, és ő volt az, aki aztán megvetette az alapját a Bihardi Ószegi uradalom majorsági gazdálkodásának. Mégis mikor került a Zicsi család birtokába az épület? Fiatalabb Sternberg Ádám elcserélte csehországi birtokért Zicsi 7. Ferenccel Bihardi Ószeget. A győri csatában Zicsi 7. Ferenc a veszprémi nemesi felkelő ezrednek volt az ezredese. Hát ugye egy exponált személy volt a napóleoni seregeknek ellenálló osztrák-magyar haderőben, és félelmébe,
hogy nehogy a napóleoni seregek kezére kerüljön, családostól igyekezett minél távolabb kerülni Észak-Magyarországtól, ott, ahol a napóleoni seregek vonultak ugye a nagy orosz hadjárat irányába. És így lett elcserélve Bihar Diószeg azért az ominózus stájerországi birtokért cserébe. Előbb csak bérleti díjat fizetett a birtokért Zicsi ennek a Sternberg Ádámnak. Aztán majd Sternberg Ádám meghalt, a testvéreitől, a lány testvéreitől bérelte vagy 12 éven keresztül a birtokot, majd 1822-ben, mikor a második lány testvér is szinte már a halálos ágyán volt, na akkor vette meg véglegesen a Bihar diószegi uradalmat. Kiket tekinthetünk a Zicsi család legemblematikusabb tagjainak? A Zicsi család legemblematikusabb tagjának szerintem Zicsi 9. Ferenc tekinthető, legalábbis a mi szempontunkból. Zicsi 9. Ferenc, Zicsi 7. Ferencnek volt a fia. 1811-ben született, 1900-ban halt meg. Ő volt a Bihar diószegi uradalomnak is birtokosa, és az ő nevéhez fűződik a Bihar diószegi szőlészet borászatnak a fellendítése, az uradalmi pincészetnek, az uradalmi szőlészet borászatnak a modernizálása, de valami olyan szintű modernizálása, hogy még ma is tart ennek a híre. Tehát gyakorlatilag ez az uradalom, ez a szőlészet borászat, ez a pincészet, ez volt aztán minta a környék uradalmainak, lassan zárkóztak fel hozzá a többiek. A kastélyhoz tartozó parkot 1810-ben alakították ki zsellértelkek lefoglalásával az akkori híres angol parkok mintájára. Akkoriban ez is kivételes látványt nyújthatott. Milyen funkciót töltött be ez a kastélypark a rendszerváltás utáni évtizedekben? A rendszerváltás után, ugye a rendszerváltásig az épületet a kommunista állam használta, szövetkezeti cégek voltak az épületben. A kastélypark az egy elhanyagolt állapotba került. Ezek a fák, amiket itt látunk, ezt valószínűleg nem a gróf telepítette, valószínűleg a Vincellér iskola telepítette. Talán egész 1965-ig még a Vincellér iskola működött ebben az épületben. Valószínű, hogy a kastélyra is valamilyen gond volt viselve. Amúgy ilyen kulturális tere lehetett a településnek. Aztán miután úgymond az épület ebek 30-adjára került, valószínűleg a kastélypark is elhanyagolt állapotba került. Annyit tudok, hogy nem is nagyon volt szabad ide gyerekekként bejárjunk, ugye, mert én még ugye az Átkosba születtem, tehát gyerekekként nem nagyon volt ide szabad bejárjunk. És aztán, ahogy az épületet visszakapta a polgármesteri hivatal, tehát véglegesen a polgármesteri hivatalnak a tulajdonába került az épület, nekifogtak a kastélyparkot rendezni. Már előtte a 90-es évek elején volt egy francia-román testvértelepülési kapcsolatot ápoló alapítvány, azoknak volt is itt egy székháza a kastélyparkban. Ők alakították ki a kastélyparknak ezt a mostani kinézetét, tehát ezekkel az utakkal, kövezett utakkal, de ez nem egy végleges dolog, és kb. 4-5 évvel ezelőtt kezdte a polgármesteri hivatal kialakítani a hátul meget látható játszóteret is gyerekeknek, úgyhogy most a kastélypark gyakorlatilag a diószegi ifjúságnak, kisgyerekes anyukáknak egy ilyen kikapcsolódási zöldövezetté alakult, amit valószínűleg majd még egy kicsikét meg fog fejelni egy tájrendezési projekt, aminek a keretében a kastélypark egy teljesen más kinézetet fog kapni, egy kicsikét modernebbet, de hajazni fog a régi angol parkos kinézetre. Ugye a kastély a Zicsi uradalom alatt élte fénykorát, rendkívüli virágzásnak indult, annak ellenére, hogy ez nem volt a grófi család állandó lakhelye. Hogyan nézett ki a kastély ebben az időszakban? Melyek azok az épületrészek, amelyek ma már nem léteznek, vagy meglehetősen romos állapotban vannak? Valószínűleg a Zicsi kastélynak magának nagyon sok kiegészítő, kisegítő épülete volt. Értem itt az uradalmi személyzetnek a lakhelyeit. Valószínűleg a fő funkcionáriusok, az uradalmi ispán, illetve a kasznár, azok biztos itt lakhattak a kastélyban.
viszont az alacsonyabb rendű személyzet, a második, harmadik vonal, azok a kastély körül laktak saját uradalmi épületekben, ők biztosították az uradalomnak a működését. Na most arra vonatkozóan, hogy itt a kastély körül volt-e ilyen, hogy lóistálló, vagy bármi más egyéb, sajnos egyelőre nem tudok információkkal szolgálni. A fent maradt uradalmi iratokból úgy néz ki, hogy az uradalom gazdasági tevékenység, vagy a kastélynak, mint épületnek a gazdasági tevékenysége, az mégiscsak itt zajlott az a kastély körül, tehát az udvaron belül, vagy a kastély körüli térbe, külső térbe, tehát nem itt a belső udvaron. Ugyanis az uradalom könyvelésében, adminisztrációjában a kastély az egy külön igazgatási egységet jelentett. Tehát voltak a majorok, egyedmajor, hérnekmajor, sárfőmajor, stb. Illetve volt ezen belül a kastély, volt külön a pincészet, és volt külön az erdőszet. Akkor még azt úgy mondták, erdészet. Tehát az épületnek az észak-nyugati szárnya előtt állunk, ez az épületnek úgymond a főbejárata. Ebben az épület szárnyban voltak a Vincellir iskolának, tehát 1930-65-ig az iskola termei, az osztály termei. Végig talán egyik oldalt is két terem, másik oldalt is két terem, hogyha jól emlékszem, hogyha, ahogy mondták az öregek. Az épület észak-keleti szárnyában vagyunk, a főbejárat folyosóján, ugye hatalmas akusztikával. Tőlem balra levő szárnyot, ahol kezdtük az interjúsorozatot, az most egy kis könyvtárnak ad helyet, ide költöztettük át az iskola könyvtárat. Majd a további része az épületnek, felújított szárnynak ad helyet az érmelléki ökológiai múzeumnak. Tőlem jobbra található épületszárny, ez már romos, ide fogunk egy kicsikét bemenni, és akkor itt szeretném elmondani, hogy ennek mi volt a szerepe régen, és mi lett majd aztán a Vincellir iskola ide költözése alatt. Az épületnek az észak-keleti szárnyában, észak-nyugati szárnyában vagyunk, azon a helyen, ahol mondtam, hogy itt a fal nem létezett, és itt egy hatalmas nagy veranda volt az épületbe beiktatva. 1930-ban lett ezzel az ablak rendszerrel, fallal lezárva ez a tér, és itt alakították ki a Vincellir iskolának 1930 és 65 közt az étkezdőjét, ebédlőjét. Később, miután a Vincellir iskolát elköltöztették innen, az agronómusok házának lett az ebédlője, később pedig községi célra használták lakodalmi teremként. Ahogy az épületből kijövünk, két oldalt a Vincellir iskola egykori kisegítő személyzetének vannak a szobái, hogy a kastélyban az uradalom idején milyen funkcióval bírtak ezek a kicsi termek, egyelőre nincs adatom róla. A kastély egyik legrégebbi részénél állunk, a háton meget látható egy ovális ablak, illetve alatt egy kicsi bejárat. Ez az egykori barokk jellegű kápolnának a külső része. És akkor most menjünk be. Bent vagyunk a bihardiószegi Zicsi kastély egykori kápolnájában, uradalmi kápolnájában, amelyik aztán a bihardiószegi katolikusságnak is a kis templomává vált egészen 1930-ig, amíg a Vincellir iskola be nem költözött a kastélyépületbe. Akkor itt felszámolták az egyházi közteret, és átalakították egy kicsi díszteremmé, egy kicsi előadóteremmé. A bihardiószegi katolikusságnak 1936-38-ig építettek egy új templomot, ami kívül látható a kastélyon kívül, és ennek a volt kápolnának az egykori berendezési tárgyait, a kegyszobrokat, a bútorzatot, illetve az orgonát áttelepítették oda, abba a kis új templomba. Úgyhogy legalább a bútorzat az megmenekült. Ez a boltíves
színpadszerű rész, ez nem volt így, ez le volt zárva, ezt a boltívet 1930 után vágták bele a falba, és így egy színpadot sikerült kialakítani. Hogyha átfordulunk a kamerával, ugye itt fent látható a karzat, a karzaton látszik a barokk jelleg, illetve hát a boltívek kiképzésén is látszik ez a jelleg. Sajnos az egykori fal festményekből, tehát valószínűleg a falak azok festményekkel voltak beborítva, sajnos ebből nem maradt meg semmi, tehát amikor átalakították a Vincelő iskola idején díszteremmé, csak annyira sikerült egyelőre rájöjjünk, hogy a fal alapszíne egy ilyen rózsaszínes, lilás árnyalat lehetett, ott a bejáratnál látszik, ott egy kicsikét meg van kaparva a fal. Tehát mi most a Bihardiószegi Zicsi kastély délkeleti szárnyában vagyunk, ez építésileg valószínűleg a legrégebbi része az épületnek. Mi most azon a folyosón vagyunk, ami valószínűleg ennek a hátsó szárnynak a fogadó terme lehetett. Itt ez a fal keresztbe, velünk szembe, ez nem volt, ezt utólag építhették hozzá, ott látszik a hevenyészet munka, a hevenyészet toldás a másik meglévő fallal. Egy érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmet. Itt látszik egy ilyen távol-keleti jellegű ilyen hagymakupolás ajtónyílás, ami, hogyha átmegyünk az ajtón, a fal túlsó oldalán még szebben kirajzolódik. Na most azt tudni kell, hogy Zicsi Tivadar, illetve a testvére Zicsi Ágoston, illetve a másik testvérük Zicsi József világutazók is voltak. Éppen a már említett Érmelléki Ökológiai Múzeumban állunk. Mit érdemes tudni erről a múzeumról? Mikor hozták létre? Milyen tárgyak, eszközök, illusztrációk kapnak itt helyet? Az Érmelléki Ökológia Múzeumát a Zicsi kastély felújítási projekt keretében hoztuk létre. Gyakorlatilag ez volt az oka a projekt megírásának, és a múzeumot 2014-ben kezdtük el kialakítani. A tárgyak gyűjtését ugyanabban az évben végeztük el. Volt, ahol személyesen a polgármester úrunkkal mentem, ugyanis ő neki volt a kocsi, én nekem meg volt a reláció. Az egyik ilyen nagyon kedves öreg úr, akitől rengeteg eredeti tárgyat gyűjtöttünk, illetve sok tárgyat maga készített el, Gálos Petriből volt, Cservid Pali bácsi. Pár fénykép az készült is akkor, amikor gyűjtésen voltam náluk, vagy nála. A halászati tárgyainknak kb. A 60%-a az neki köszönhető, 60-70%-a az neki köszönhető, ugyanis ő még az az utolsó közt működő klasszikus érmelléki halász, aki a hagyományos halászati módszereket ismeri, használja, illetve az ezekhez szükséges eszközöket még el tudja készíteni. A kiállításnak ez a része pedig az érmellék egy másik fő jellegzetességét, már az emberi tevékenységhez köthető jellegzetességét igyekszik bemutatni, ez a szőlészet, borászat, a szőlőfeldolgozás eszköztár. És akkor szeretném még megmutatni a múzeumnak a leglátványosabb részét, egy ciklorámát, egy körképet, egy 18 méter hosszú körképet, amelyik gyakorlatilag a mocsári élővilágot jeleníti meg, előtte pedig egy kis telepasztallal, illetve megspékelve egy nagyon látványos hangeffektussal, ami gyakorlatilag igyekszik megidézni az Érmellék egykori nagyon gazdag élővilágát.